Sziasztok, Vincze Ambrus vagyok, a Mézbogyó Nagykövet. És ez lesz az első rendhagyó előadásom így a mai napra. Vágjunk is bele akkor a lényegbe. Rólam röviden annyit érdemes tudnotok, hogy Vincze Ambrusnak hívnak. Én vagyok a Mézbogyó Nagykövet. Rólam annyit az előző életem és így az eddigiekre visszatekintve annyit érdemes tudnotok, hogy Mézbogyó Nagykövetként a hazai mézbogyó termesztés és fogyasztás kultúrájának a népszerűsítésével foglalkozom. Mind a kiskertés, hobbikertész vonalon, és szintúgy az ültetvénytulajdonosok körében Magyarországon. Kertészmérnök növényorvos végzettséggel rendelkezem. Ez gyakorlatilag számomra nem csak egy hivatás, hanem egy hobbi és egy életpálya is. Gyerekkortól fogva benne vagyok a szakmában, nemzetközi szaktanácsadóként, mint talajmegújítási specialista többek között Iránban, Szerbiában és Horvátországban is dolgozok. Küldetésemnek tekintem a magyar mezőgazdaságnak a reformálását, és ehhez kapcsolódóan jött számomra 5 évvel ezelőtt a mézbogyó is, mivel szeretem a különlegességeket. Ide tartozik a mézbogyó, vagy még van még a mézalmácska, ami egy külön növény számomra. 2016-ban egy körülbelül fél éves kutató munka után belevágtam így a mézbogyó termesztésbe. Kerestem azokat a különlegességeket, amivel még itthon nem foglalkozik senki, és így a mézbogyó volt az egyik olyan választás, amire úgy gondoltam, hogy érdemes lehet vele foglalkozni, mind a beltartalmi adatai szempontjából, mind pedig piaci szempontból, mert gyakorlatilag sem Magyarországon, sem a régióban nincsen túl sok termelő. Célom továbbá az, hogy hozzásegítsem a fogyasztókat a mézbogyón keresztül egy egészségesebb és minőségibb életmód kialakításához. Mindazoknak tudok segíteni, akik kerttulajdonosként egy egészséges bogyós gyümölcsöt szeretnének termelni, és a családjuk számára biztosítani az egészséges életmódot. Így röviden a mézbogyóról, latin neve a Lonicera caerulea var Kamchatika. Ezúttal ugye az egyik géncentrumára és ami Szibériában a kamcsatkai régió. De ezen kívül még 3 északi régió van még, amit érdemes megemlítenem. Az egyik a kanadai régió, illetve még Japánban Hokkaidó, ahol hatalmas kultúrája van magának a mézbogyó termesztésnek és fogyasztásnak is. Ugye Japánban a hosszú élet gyümölcsének tartják, illetve tradicionálisan az oroszok használták több tevékenységre is. Több egészségmegőrzési tipp van az orosz szakirodalom szempontjából, többek között a szemjavítására, a szív- és érrendszeri problémákra, a gyomorpanaszokra, rákmegelőzésben használják kifejezetten a mézbogyót az oroszok, illetve Kanadában van nagyon sok növény az északi féltekén, de erről itt igazándiból csak a kutatói szempontból találtam információkat elsősorban. Rövid információk, így, hogy lássátok, hogy mit lehet tudni a mézbogyókról. Hidegtűrés szempontjából -21 fokot kibírnak a növények, de vannak olyan szakirodalmi adatok, amik akár a -40 fokra is utalnak. Ugye Szibéria elég szélsőséges, meg maga az északi sarkkör, és ebből a szempontból ugye ennek a növénynek meg kell tudni oldani azt, hogy kibírja ezeket a szélsőséges időjárási körülményeket. A virágok azok -7–8 Celsius fokig fagyálóak. Mivel a loncfélék családjába tartoznak, ilyen hosszúkás, harang alakú, fehéres, sárgás virágaik vannak. Illatra nem túlságosan jellemző rá, hogy lenne bármilyen illata, viszont a méhek azok megvesznek érte, az egyik legkorábban virágzó növényeink közé tartozik. Elsősorban beporzás szempontjából, ilyen szempontból a poszméhek jöhetnek, illetve a vadméhfajok azok, amik segítenek a növények beporzásában. Sokan kérdezik tőlem, hogy lehet-e az, hogy szélbeporzással vagy önbeporzással teremjen, de szüksége van a növénynek arra, hogy legyen egy valamilyen rovar a környezetében, ami a virágport így egyik virágra a másik virágra átviszi. Kell hozzá 2 kompatibilis fajta, ez alatt azt értem, hogy 2 különálló fajta szükséges ahhoz, hogy beporozza egymást. Nem képes önmagát, vagy hát képes pontosabban beporozni önmagát, de sokkal kisebb a termés potenciálja magának a növénynek, mint hogyha önmagában teremne. Szóval érdemes legalább minimum két fajtát kiválasztani, de a fajtákra majd a későbbiek során egy kicsit bővebben fogok beszélni. További következő kérdés, ami gyakran föl szokott merülni, hogy mégis mikor fognak teremni a mézbogyók, és hogy mire számítsatok arra, hogy ha bármilyen növényt vesztek, akkor az mikor fog teremni, és hogy milyen termésmennyiségekre számíthattok, illetve továbbá mekkora az a mennyiség, ami mondjuk egy személynek vagy egy családnak a kielégítésére szolgál. Ugye itt láthatjátok, hogy itt felsoroltam itt néhány adatot. Az egyik dolog, hogyha megveszitek a növényeket és kiültetiketek, ez legyen ősszel vagy tavasszal, akkor már a második évtől, vagy éppen az ültetés évében már el tud kezdeni teremni. Ez nem jelent túl nagy termést, ez körülbelül egy olyan 20-50 g-nyi termés jelent növényenként, így az első éves növényeken, míg a másodéves növények már körülbelül olyan 150-200 g-nyi termést is tudnak teremni. A harmadik termőévtől már számíthatunk már egy nagyobb mennyiségű termésre, amilyen 300-500-800 g-ot jelent. Ez már egy olyan mennyiség, ami mondjuk egy-egy embernek már a napi szükségleteire elég lehet. Illetve az ötödik év az, amikor már a növények elérik ezt a maximális csúcsmennyiségüket, ezt a 3 körülbelül 5 kg-ot, de ugye fajtától függően ugye a régebbi fajták azok ennél kevesebbet teremnek, még az újabb fajták közül van olyan fajta, ami akár képes az 5-7 kg-ot is leteremni a megfelelő körülmények és tápanyag utánpótlás mellett. Ugye itt egy kép, az most hiányzik, de itt ha ránagyítanánk, vagy megnéznénk a bogyóknak a végét, akkor itt gyakorlatilag minden egyes bogyó kezdeménye 2 darab virág kezdemény jelenik meg, és ugye ez kell ahhoz, hogy a megfelelő beporzás megtörténhessen. Itt felsoroltam itt a legfontosabb fajtákat, amik jelenleg a piacon vannak. Kezdeném az orosz fajtákkal. Az egyik ugye a Bakcsárszkája Júbiliána, Bakcsárszki Velikán, Cumilszkaja, Docs Velikana, Gordóz Bakcsára, Jugána, a Strefcsánka, a Vosztor, a Morána, a Ninfo, a Leningrádszki Velikán és a Tomicka. Ebből nekem személy szerint, ugye itt ki is emeltem, hogy itt a piros részekkel, ezek azok a fajták, amik nekem megvannak most itt a saját kertészetemben, illetve még itt nem jelöltem be, mert forgalmazásban most nem lehet kapni, de még a Strefcsánka fajtával rendelkezem, ebben már 5 éves tapasztalatot tudok a hátam mögött, és ezekről ténylegesen el tudom mondani nektek, hogy mire számíthattok ezektől a növényektől. Ezeknek nagyon kellemes, attól függ, hogy ki mit szeret. A név, amint mézbogyó, az maga egy picikét csalóka, mert ez tükörfordításból lett átvéve a magyar nyelvben. Ez azt jelenti, hogy az angol honeyberry vagy honeysuckle nevezetű növényeknek az átfordításából kaptuk. Azért is mondom, hogy csalóka egy picikét a növény, mert attól függően, hogy milyen fajtát választatok, ennek függvényében lehet egy picikét savas. Azért mondom savas, mert a magyar nyelven és az angol nyelven teljesen más, hogy fordítják a savanyút, a savast, az enyhén savast, vagy a savanykást. És ezeknek a különböző válfajai az angol nyelv az teljesen másképp kommunikálja lefelé. Ebből a szempontból, sőt, még amit még ki kell emelnem, hogy az orosz fajták azok kifejezetten korai érésűek. És így sorrendbe próbáltuk tenni a fajtákat is, így a felsorolás szempontjából, hogy lássátok, hogy melyik fajtára mikor számíthattok. De még így az éréssel, meg a virágzással kapcsolatban, hogy a későbbi diákon bővebben is szót fogok ejteni. Ugye itt vannak a kanadai fajták, a Tundra, a Borealis, az Indigo Gem, a Honey Bee, az Aurora, a Boreal Beast, a Boreal Beauty és a Boreal Blizzard. Ugye ezek már egy olyan közel 6-8 éve már ott vannak a piacon. A Boreal Beast, a Boreal Beauty, meg a Boreal Blizzard, azok viszonylag új fajták, azok 2016-ban kerültek nemesítésre, és utána forgalomban meg olyan 2018-2019-től kerültek Európába. Nálam Magyarországon itt a Boreal Beast, a Boreal Beauty és a Boreal Blizzard, illetve az Aurora, a Boreal, az Indigo Gem és a Honey Bee, azok most lettek először behozva így forgalmazási szempontból. Ezeket, ha ültetvény telepítésben gondolkozik valaki, általában ezek azok a fajták, amiket a legtöbb esetben kiválasztanak az ültetvény tulajdonosok, mivel stabilan ezekkel lehet a leginkább jól termelni mind kézi betakarításra, mind pedig gépi betakarítás szempontjából. A lengyel fajták közül itt van felsorolva még ugyanúgy még 4-7 darab fajta. Ebből a Wojtek és az Oika az, ami rendszeresen a magyar piacon, illetve általán megtalálható. Ezek váltak be a legjobban termesztési szempontból, illetve a kerttulajdonosok is ezeket szeretik a leginkább. Ezeknek is az édesbe áthajló, enyhén savas ízvilágokat lehet megfigyelni, egy kellemes, karakteres ízzel. Illetve továbbá amerikai fajták közül a Berries Unlimited, illetve Maxine Thompson fajtái érhetők el a piacon. Maxine Thompson az egyik legeminensebb és leginkább ismertebb amerikai mézbogyó nemesítő közé tartozik a Berries Unlimited mellett. Sajnos Maxine Thompson úgy döntött, hogy az életet itt hagyja és továbbáll a következő életére. Ki miben hisz, reinkarnációban, ezt rátok bízom. Neki nagyon jó alapfajtái vannak, ezek nagyrészt japán nemesítésből származnak, japán vonalaknak a keresztezéséből hozta létre ezeket a fajtákat. Ezek a késői közepes, illetve a késői érésű fajták közé tartoznak, illetve a Berries Unlimitednek van itt 3 fajtája feltüntetve, a Blue Banana, a Blue Treasure, Strawberry Sensation, ezek azok, amik most elérhetőek majd a kínálatban. Akit későbbiek során érdekel, a Blue Moon, a Blue Velvet, illetve a Blue Desert, ezek még sajnos az európai piacon nem elérhető fajták. Maxine Thompsonnal én korábban fölvettem már a kapcsolatot, hogy tudjunk foglalkozni a növényeikkel, viszont vele sajnos annó nem jutottam dűlőre, de hál' Istennek találtam most már olyan szaporítóanyagkereskedőt, aki foglalkozik ezekkel, és a későbbiek során elképzelhető, hogy ezeknek is az elkövetkező 1-2 évben a magyar piacon is elérhetőek lesznek majd általam. A legfontosabb és az egyik leggyakoribb kérdés, amit megkapok a legtöbb ügyfelemtől, hogy mégis mi az, amit egy mézbogyó ültetésnél figyelembe kell venni. Ugye mekkora egy ültetőgödör, milyen tápanyagokat érdemes használni, azokra később ki fogok majd térni, de itt is 1-2 alap dolgot el fogok nektek mondani, hogy tudjátok azt, hogy mire számítsatok, mit érdemes tudni a mézbogyók ültetéséről és neveléséről. Az egyik és legfontosabb dolog, amit érdemes a mézbogyókról tudni, hogy körülbelül 30 vagy 40 cm mélységig, és ebben a vékony sekély rétegben elterülve növekszenek a gyökerek. Emiatt, ugye mivel sekély gyökerezésű a növény, emiatt nem igazán érdemes nagyon mély ültetőgödről tásni neki. Én ezt a 30-40 kötőjel szorozva 30-40 centis szélességet, illetve mélységet szoktam javasolni a legtöbb esetben. Én magam is így ültettem a saját növényeimet. A lényeg az egészben, hogyha kiástok egy ültetőgödröt, akkor ugye a földet félreteszitek oldalra. Az ültetőgödör aljába bármilyen tápanyagot veszünk alapul. Én személy szerint nem preferálom a műtrágyákat, de ennek ellenére, aki műtrágyát szeretne, az használhat bármilyen műtrágyát. Fontos a gyökerezés és a növénynek a következő élettani szempontjaiból a foszfor-káliumot feldúsítani a talajban, hogy utána a későbbiek során ebből tudjon a növény folyamatosan nevelni magának és felhasználni. Egyébként nem feltétlenül szükséges ezeket a tápanyagokat kitenni. A kérdésekre annyi van, hogy én most majd szerintem a végén fogok nektek válaszolni, hogyha a menet közben nem kapnátok választ a kérdésekre. Ezt tartom célszerűnek, nagyon sok témára ki fogok térni. Például itt ugye a homokos talajjal kapcsolatban tett föl nekem itt a Kari Levente egy kérdést. Ez benne van az előadásban, a következő diák egyikén rajta lesz majd. A lényeg az, hogy a tápanyagoknál tartottunk. Én személy szerint a szerves tápanyagokat preferálom, ide tartoznak ugye a különböző szerves trágyák, granulált vagy fermentált szerves trágyák, amik előre fel vannak egy picikét dolgozva, sokkal könnyebb vele dolgozni kiskerti verzióban is, illetve akár ültetvény szempontból is. Én úgy szoktam csinálni, hogy alulra egy érett komposztot, vagy pedig egy érett szerves trágyát teszek, utána egy vékony talajréteggel meghintem, ez azt jelenti, hogy a 3-5 cm-es réteggel, hogy ne érintkezzen közvetlenül a gyökérrel. Ugye ezt azért is szoktam javasolni bárkinek, mert ha mondjuk a trágya nem feltétlen elég érett, vagy a csirketrágya mondjuk nedvességet kap, és elkezd egy picikét fölhevülni, ahogy a a mikrobiológia elkezdi nekünk bontani, onnantól kezdve megéghet a gyökerünk, és ez vagy visszaveti, vagy megölheti a növényt. Nem mondom, hogy ez előfordul gyakran, de erre érdemes odafigyelni. Ugye a mikorizák azok olyan gombák, ugye, hogyha visszamegyünk a szó eredetére, akkor a mikó az gombát jelent, a riza pedig gyökér vagy gyökér kapcsolatra utal. Ugye a mikorizáknak van egy fantasztikus áldásos tulajdonságuk, hogy a foszfor felvételben segítenek a növénynek, illetve a víz felvételben. Ez a kettő az egyik legfontosabb tulajdonságok közé tartozik, de ezen kívül ugye a vízfelvétel mellett a mikroelemeket is felsorolhatom, segítenek lebontani a talajképző kőzetet és ezáltal fölvenni a tápanyagokat, illetve még a mikorizáknak a fontos szerepe lehet, hogy ugye a növény és növény közötti kapcsolatban is segít nekünk. Nem tudom, mennyire reális számotokra az, hogy a növények ugyanúgy, mint mi emberek kommunikálnak. És hogyha megfelelő körülményeket biztosítunk számukra, akkor gyakorlatilag nincs szükség növényvédőszerekre. Én talajmegújítási specialistaként gyakorlatilag mindig kihangsúlyozom az emberek számára, akikkel együtt dolgozom, hogy ha lehet, akkor igyekezzünk megoldani a tápanyagutánpótlás biológiai megoldásokkal. Mert ezernyi olyan megoldás van már ma a piacon, nem csak Magyarországon, hanem világszinten, amivel meg tudjuk oldani a tápanyagutánpótlás bármilyen szinten. Rengeteg embert el tudunk látni ezen a világon, és nem feltétlenül szükséges vegyszerekhez nyúlni. Nyilván az utóbbi 40-80 évben, amióta ipari mezőgazdaság létezik a világban, ugye leromlottak a talajaink a növényvédőszerek hatására, és emiatt ugye egy korábbi szintről leromlott ez a szint. Sokkal jobban a biológia is leromlott, a talajoknak a tápanyagszolgáltató képessége is, ugyanúgy az intenzív mezőgazdaság hatására a talajréteg is sokkal vékonyabbá vált. És emiatt sokkal nehezebb elérni sikeresen jó eredményeket, hogyha nem használjuk a növényvédőszereket és műtrágyákat. Ez egy okokozati összefüggésrendszer. Én azzal foglalkozok, hogy gyakorlatilag, ha elkezdünk egy növényt fölépíteni, akkor a talajtól elkezdünk kiindulni, és végigmegyünk egészen fölfel a növény tetejéig. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármi, ami bekerül a talajba, az előbb-utóbb bekerül az emberi és a növénybe, az előbb-utóbb be fog kerülni az emberi szervezetbe is. Ez egy alapvető tényező, egy alapvető törvényszerűség. Valamilyen módon lehet, hogy lebonnak ezek a vegyszermaradványok, de előbb-utóbb ez visszakerül az élelmezési láncba. Semmiatt, ha van rá mód, kiskerde mindenképp, hagyjuk el a növényvédőszereket, a későbbiek során pedig utána már a műtrágyákat is vissza lehet venni, de ezt fokozatosan, szépen, lassan, apránként kell csinálni. Ugye a mikorizáknál hagytam abba, a mikorizák egy nagyon fontos tényezője még az, hogy ha kapcsolatba kerül a növényel, akkor valamilyen szinten egy biológiai védelmi vonalat is kialakít a növényeink számára. A mézbogyók egy rendkívül strapabíró növény. Ugye maga a származás is, hogyha figyelembe vesszük, akkor Szibériában elég szélsőséges viszonyok vannak, illetve az északi sarkkörön, Kanadában is, vagy akár Japánnál, ugye, ahol meg ugye a szélsőséges viharok, vagy ugye a tornádók, hanem a tájfunok, azok ugye, amik abban a régióban keresztül söpörnek a szigetcsoporton, ezek nehezítik a növények életét. És emiatt meg ugye elég strapabírónak kell ennek a növénynek lenni. Ha meg vagyunk a trágyánk betakarásával, rátettünk vagy egy mikoriza kapszulát, vagy pedig a mikoriza port betettük a gyökerek alá, vagy akár magára a növények gyökerére is rá lehet tenni, mert rá lehet szórni. Látszik a képen, hogy ide berajzoltam a növényt, gyakorlatilag ha ráhelyeztük a növényt a mikorizára, utána be tudjuk teríteni, körbe tudjuk talajjal keverni. Itt a talaj szempontjából ugye itt fölmerült a homokos talaj, illetve még azt nézem, trágyaréteg, milyen vastag legyen. Ugye ha beszélünk, ugye az egyszerűség kedvéért mutatok nektek két növényt. Ugye ez egy 9x9-es cserép akar lenni, ez meg itt egy 11x11-es, egy picivel nagyobb cserép. Ez körülbelül olyan 7 deciliter, ez meg körülbelül olyan 1,2-1,3 liternyi földet tartalmaz. Ugye ennek, ha figyelembe vesszük a képet, akkor körülbelül ez a növény, ami bele fog kerülni. Nyilván ezt ugye, ha kivesszük a cserépből, cserépet félretesszük, a növényt beletesszük gyökerestül a talajba. Ugye, ha ez 11 cm, akkor ez körülbelül itt a teteje, az a talaj felszínével egy vonalban lesz. Ebből, ha haladunk lefelé, leérünk 11 centit, gyakorlatilag marad még itt körülbelül hát egy 19-29 cm-nyi rétegünk. Ebből a szempontból gyakorlatilag én úgy csinálnám, hogy betennék alulra a trágyából vagy a komposztból alulra egy olyan 10 centis réteget, rátenni azt az 3-5 cm-nyi talajréteget, és utána meg arra lehet rárakni a mikoriza kapszulát, illetve majd a növényt. Remélem ezzel választottam itt neked akkor. Ha haladunk tovább, akkor ugye itt akkor be lehet temetni az ültető gödröt is. Ugye előbb akartam kitérni arra, hogy ha valakinek nagyon homokos a talaja, ezt azt értem alatt, hogy ez gyakorlatilag folyós poszahomok, vagy pedig ilyen sívó homok, amit ha megfogsz a kezedben, akkor gyakorlatilag így folyik ki az egész belőle. Az ilyenfajta talajok nem feltétlenül a legjobbak a mézbogyó termesztés szempontjából, illetve még a nagyon szélsőséges, nagyon kötött agyag sem a legjobb. Bár megfelelő mennyiségű szerves anyaggal fel lehet tuningolni ezeket a talajokat, és be lehet állítani egy megfelelő biológiai és talajfizikai állapotot, amivel a mézbogyóink azért elég jól fogják érezni magukat a talajban. Hogyha betemettük a növényeket, akkor utána teríthetünk a tetejére egy réteg komposztot, vagy pedig még szoktam javasolni, hogy itt jelölöm a képen, itt a mulcsos réteget a legtetejére, ezzel meg tudjuk akadályozni azt, hogy a gyomok azok elszaporodjanak nekünk itt az állományban, a növények között, valamint ugye, egy tápanyagot is szolgáltat nekünk a mulcsa, hogy bomlik menet közben. A mézbogyók ugye egy bokor típusú, vagy pedig cserje típusú növények közé tartoznak, és ugye emiatt meg szükségünk van egy valamilyen szintű gombatúlsúlyra. Ezt a gombatúlsúlyt egyébként a mulcsozással, ahogy kitesszük, menet közben utána fel tudnak rajta szaporodni ugye a különböző lebontó gombák, amik segítenek a falprítékot, illetve a komposztot is lebontani, de ugyanúgy a mikorizák is bele tudnak ebbe a rétegbe nőni, és utána segítik nekünk a növényünknek a tápanyag utánpótlását és tápanyag felvételét. Itt látom, hogy ültetni, mint az áfonyát, geotextillel a földet elválasztva, akkor tud homokos talajban is ültetni mézbogyót. Igen, lehetséges egyébként, ugye az agroszövetet azoknak szoktam javasolni, akik nem szeretnének mondjuk rendszeresen falprítékot vagy bármilyen jellegű mulcsot kitenni, meg lehet oldani akár agroszövettel is természetesen, vagy geotextillel a talajnak a takarását. Ugye ott érdemes egyébként figyelembe venni azt, hogy érdemes leszögelni, vagy földdel betakarni a szélét ugye az agroszövetnek, vagy geotextilnek, és ugye azzal ugyanezt vissza tudjuk szorítani. Ugye az agroszövetet egyébként nem mindenki szereti, emiatt sem szoktam feltétlen javasolni. Nyilván ki mit szeret. Ha valaki mulcsozni akar, akkor természetesen lehet mulcsozni. Aki geotextilt vagy agroszövetet szeretne, az meg nyugodtan vehet magának agroszövetet vagy geotextilt, leteríti arra a sorra, ahol a növények vannak, és utána vagy alá, vagy fölé egyébként, hogyha valaki nem kézzel akar locsolni vagy öntözni, akkor egy csepegtető csövet vagy egy csepegtető gombát ugyanúgy be lehet tenni, és azzal lehet akár a növények öntözését is automatizálni. És a végeredményben ugye végére értünk, mert ugye látszik itt a képen, ugye, hogy ott van egy kinőtt növény. El van ültetve, marad egy öntözés a végére. Én szoktam javasolni mindenkinek, hogyha van rá mód, akkor érdemes valamilyen folyékony tápanyagot, ez lehet szerves, lehet műtrágya is. A gazdaboltokban nagyon sok jó minőségű tápanyagot lehet használni. Ez lehet akár bármilyen algakészítmény, illetve huminsavat szoktam még javasolni, hogy tegyetek az öntöző kannába bele, mert az nem csak a vizet köti meg, hanem segíti még a talajban élő mikroorganizmusok és gombáknak az élettevékenységeit is. 3 éve ültettem a mézbogyót, hogyan tudnám biztosítani a tápanyagellátást? Itt majd erre a kérdésre, ha nem gond, akkor majd az ültetvény gondozásánál fogok majd kitérni. De ugye így a komposzttal például, hogy első körben, ha a komposztot terítesz a tetejére, a növények töve köré, akkor azzal a tápanyag utánpótlás egy részét lehet biztosítani. De erre még bővebben ki fogok térni majd a gondozásnál, illetve a növényeknek a tápanyag utánpótlásánál és nevelésénél. Ugye itt jön a gyökere, a növényeknek a gyökere, illetve a gyökérkapcsolat a talajjal rész, ahol is ugye itt kitérek arra, hogy milyen talajtípusokat, illetve milyen talajviszonyokat szeretnek vagy kedvelnek a mézbogyók. Ugye a mézbogyók azok egy északi növények, általában a tundrán vagy a kamcsatkai régióban az erdőszéleken szoktak nevelkedni. Hasonlóan a bodzához itthon például. Ugye emiatt érdemes mondjuk őket vagy félárnyékos, vagy pedig félárnyékos, vagy pedig napsütött helyekre ültetni. Mind a kettőt egyébként szeretik, vagy elviselik, el tudják fogadni. Személyes tapasztalatom az, hogy ha valaki kiskertben gondolkozik, akkor érdemes egyébként egy félárnyékos helyre tenni, mert jelenleg az UV-sugárzás például elég erőteljesen megviseli a növényeket. Ez nyilván tápanyag utánpótlással ez a későbbiek során csökkenthető, vagy pedig lehet árnyékoló hálót kitenni, hogyha csak napos helyünk van. De érdemes kitapasztalni, hogy nálatok mi az, ami a legjobban beválik. Fajták között is nagyon nagy az eltérés, de ez is még a későbbiek során még bővebben kitérek rá. Ugye a mézbogyó az, mivel egy északi növény, ugye emiatt szereti, hogyha jó csapadék elvezető képességgel rendelkezik a talaj. Elfogadja a nedves régiókat is. Tudom azt például, Bob Bors, az egyik kanadai előadó és nemesítőtől, hogy gyakorlatilag ugye vannak olyan mézbogyófajták, amilyen mocsaras régióban is megélnek. Ez azt jelenti, hogy a mocsárvidéknek a szélén, illetve vízborított a régiókban ideiglenesen elviselik a növények gyökerei azt, hogyha vízállás van a területen, de hosszú távon az a legjobb, hogyha megfelelően le tud vándorolni a növény mentén a talajban a víz, és ugye nem áll folyamatosan rajta a csapadék, vagy az esővíz, vagy bármilyen víz, amit ugye ráöntünk a növényekre. Ugye az agyagos talajokat emiatt is egyébként érdemes egy kicsikét feljavítani, hogy a víz le tudjon vándorolni, és ne ragadjon meg a tetején a talajrétegben, és ne áztassa el túlságosan. Ugye itt a sekélygyökerezésre korábban is kitértem. Itt ugye azt érdemes tudnotok, hogy ugye hasonlóan egy fenyőfához gyakorlatilag ez a 30-40 centi az, ahol a növény főleg növekszik. És ugye a legtöbb növény, hogyha megnézzük itt a képen, vagy megnéznénk még egy fát, ugye gyakorlatilag ami fölül látszik a növényeken, az van körülbelül alatta. Na most itt a mézbogyóknál ez nem feltétlen igaz, mert gyakorlatilag a mézbogyónak a sekély gyökerezése miatt gyakorlatilag ki tud vándorolni a növényen kívül eső részekre is. De nagyrészt vékony hajszálgyökerek vannak ebben a régióban, és ugye emiatt is, ugye, ha a gyomokról kerül szó, akkor próbáljuk meg elkerülni azt, hogy a fűfélék a növény alatt túlságosan is elszabaduljanak, mert a vízért és a tápanyagért folytatott harcban gyakorlatilag a mézbogyók nem feltétlen tudják ezt, főleg a korai időszakban elviselni, nem szeretik, visszafogja a növénynek a fejlődését. És ugye emiatt is fontos például az, hogy a növénynek, ahogy növekszik a növény, úgy az átmérőjében, vagy pedig akár nagyobb szélességben, érdemes lemulcsozni a növényeket. Ez lehet nyugodtan geotextil, agroszövet, vagy pedig lehet nyugodtan mulcsozni fűnyesedékkel, vagy akár a kertben összeszedett gyomokat is, csak annyi a lényeg, hogy ne legyen benne fölmagzott rész, lehet falpríték, komposztot nyugodtan lehet utánuk rakni, a növények köré komposztot, illetve még folyékony tápoldatok szempontjából lehet akár csalánlevet ráönteni a növényre, nyilván ha nem túl töményen, de egy picikét higítva a csalánlevet akár be lehet vele locsolni. Ez főleg az első korai időszakban javaslom, hogy a későbbiek során, amikor már kezdenek fásodni a vesszők, akkor ugye a téli időszakban ne csökkentsük a növényeknek mondjuk a tápanyag felvételét. Egyébként a mézbogyók nitrogén szempontjából nem igényelnek sokat. Én személy szerint semmilyen műtrágyát nem használok, kivétel lombtrágya formájában, azt is általában a szükséges mikroelemeket szoktam felhasználni a saját ültetvényembe is. Nálam eléggé lúgos a talaj. Szóval itt erről a diáról pont lemaradt, de a mézbogyók egy elég széles tartományban képesek megélni bárhol. Ez azt jelenti, hogy a savanyú, az azt jelenti, hogy az áfonyához közeli, az ilyen 5-5 és feles pH a minimum, és a maximum rész pedig a 8-as pH, amit még úgy, ahogy elfogadnak a mézbogyók. Az én talajaim azok ilyen 7-6-7-8 körül vannak itt a kert végében. Tapasztalom egyébként főleg mikroelemek szempontjából, hogy csökken a mikroelem felvétel. Ugye ráadásként nagyon magas a kálciumszint nálam a talajban, ez azt jelenti, hogy nálam szélsőséges. Értsétek el alatt, hogy 33%-nyi kálciumkarbonát, azaz mészkő, tiszta mészkő, beátszámolva 33%-a, a talajomnak az egyharmada, az mészkő alapú, vagy bár, ha most itt mutatnék róla képet nektek, de itt még az őstengernek a maradványai azt jelenti, hogy itt őstenger volt ugye egész Magyarországon és a Pannon-medencében, és utána egy mocsárvidék volt itt hátul, és a mai napig meg lehet találni benne a különböző kagylókat és csigamaradványokat még a talajban. Annak ellenére, hogy éveken át nagyapámék művelték a területet. Ugye a felszínre szórt tápanyagok, hogyha az felvehető formában vannak, ez azt jelenti, hogy a komposztból szépen lassan beleívódik a talajba, kioldódik belőle víz hatására, vagy csapadék hatására, illetve még ha beöntözitek bármilyen, legyen az huménsav, legyen az aminósav, különböző mikroelemek, azok is ugyanúgy fel tudnak szívódni a megfelelő körülmények között. Ugye itt kitértem arra, hogy a talajnak mik a szélsőségei, ugye az nagyon homokos, folyóhomok, meg ez a nagyon durva kötött agyag, azok a két szélső véglet. Azokat föl kell javítani. Egyébként, ha egy jó vízleadó képességű, jó vízáteresztő képességű talajunk van, ez legyen egy vályogos talaj, vagy pedig a enyhén homokos, vályogos, lúgos, vagy mi ez nem is lúgos, hanem agyagosnak a kombinációja bárhol, ami könnyen morzsolható, és megfelelő morzsaszerkezet alakul ki a kezünkben egy közepes nedvességtartalom mellett, akkor az azt jelenti, hogy szinte az ország bármely területén lehet kényelmesen, nyugodtan mézbogyót termeszteni. Az agroszövetről, meg ugye már többször, ugye, meg a műanyag takarásról. Még felmerülhet egyébként a műanyag fóliának a használata is, de azt előbb-utóbb az UV-sugárzás megeszi és szétmálik, és utána meg több szemetet okoz nekünk, mint amennyi hasznot hoz. Emiatt célszerű a fóliákat inkább a háttérbe szorítani. Ugye kitértem már a vízmegőrzésre, meg ugye hosszú távon, hogyha mondjuk lepotyog nekünk a gyümölcs, ne adj Isten lepotyog, van egy-két fajta, ami hajlamos a potyogásra, nagy részképp a mézbogyók tartják magukat magánat a boklon, akkor hogyha föl kell szednünk a földről, akkor sokkal kényelmesebb, hogyha ezt mulcsozott területről szedjük föl, meg könnyebb sokkal megtalálni, mint mondjuk egy gazos, vagy mondjuk egy sáros földes részről. Itt van egy kanadai referencia, vagy skót referencia számotokra. Itt a legfontosabb termesztési szempontból fenntartott mézbogyófajták láthatóak. Kezdődik ugye itt van a Docs Velikána például, nekem egy személyes kedvencem. Ez korán virágzik, ugye ez az április elejétől április közepei időszakig virágzik. Akkor most már megtalálható itt az Indigo Gem, a Tundra. Ezek ugye, ahogy sorban haladna a virágzási időszak, úgy termésben is körülbelül ez az időszak várható majd a későbbiek során. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy széles spektrumban, egy széles határon szeretne mézbogyót betakarítani, akkor érdemes választani korai fajtákat, ugye itt az orosz fajták, meg a lengyel fajták jöhetnek szóba. Ezek ilyen május, időjárástól függően májustól egészen június közepéig fognak érni. Május közepétől június közepéig. Ugye ez évben hűvösebb volt az időjárás tavasszal, emiatt ez a május végi betakarítás az eltolódott június közepére nálam, az orosz fajtáknál, és ezt tartott egészen június harmadik hetéig, és ott amikor megjöttek a nagy melegek, akkor egyszerre hirtelen minden beérett, és azok a fajták, amik képesek lennének mondjuk június végéig is teremni, azok egy héttel előrébb jöttek például. A Blue Banana még egy korán virágzó fajta, de azután a későbbiek során a termés szempontjából késői érésűvé fog átváltani. Itt látható az amerikai fajták is, a Honey Bee, a Jugána, a Vosztor. Itt vannak Maxine Thompson fajtái is, és lépjünk tovább. Tápanyag utánpótlás. Ugye menet közben, hogyha már elültettük a növényeinket, ugye most az őszi időszak van, ilyenkor ez azért előnyös, mert sokkal jobban meg tudnak erősödni. Gyökér szempontjából tud lefele növekedni a növény, meg tud erősödni a gyökérzet, és onnantól ez a tavasszal egy stabil alapon tudunk tovább menni. Tavaszi időszak is jó egyébként az ültetésre, viszont tavasszal arra számítsatok, hogy sokkal kisebb lesz a hajtásnövekmény, emiatt egy picit visszafogottabbak lesznek a növények, de a második évtől már utána beindulnak az ültetés második évét úgy értve. Ugye itt a későbbi tápanyag utánpótlás szempontjából szóba jöhet megint a csirketrágya, a szervestrágya, lehet akár nyúltrágya, kecsketrágya, birka, marha, sertés, ami éppen van. Trágyáknál annyit érdemes figyelembe venni, hogy azt érdemes beérlelni. De ha van rá mód, akkor inkább komposztáljátok le. 3 hónap alatt fantasztikus módon le lehet komposztálni bármilyen szerves anyagot, hogyha van benne megfelelő szén és nitrogén arány. Ugye a széntartalmat gyakorlatilag, ha megnézitek, azok az elbarnult növényi részek, faágak, különböző kőzetörlemények, például a dudaritban is van egyébként nagyon sok huminsav, azt is hozzá lehet keverni. A kőzetörlemények közül én a dudaritot nagyon szeretem például, de a gyökeresedést nagyon jól segíti például az alginit. Az alginit egy olyan ásvány, ami Magyarországon nagyon kevés helyen, Magyarországon kívül nagyon kevés helyen található meg. Egy bánya van az Egyesült Államokban, de még egy van Kínában, és így gyakorlatilag ki is fulladt gyakorlatilag a teljes algin bánya és algin mező a világon. A dudarit az egy barna kőszén. Az rengeteg tápanyagot tartalmaz. Ugye az alginit az körülbelül 70-74 darab mikroelemet és ásványi nyomelemet tartalmaz, ami amellett, ugye az alginit az maga egy alga ásvány. Régen voltak ezek a ősmedencékben voltak a kürtők, amik ilyen V-alakúan belefolytak a mederbe, és itt, amikor elpusztultak az algák, szépen felhalmozódtak, majd a végeredményben utána egy kálciumlerakódás valahogy ledugózta az egészet, és megkövült benne az alga. Emiatt ugye rengeteg szerves anyagot tartalmaz. Akkor ugye van a dudaritot mondtam, ugye az egy barna kőszén, ebből készülnek Magyarországon a humén és fulvosavak. Ezek olyan humusz anyagok, amik gyakorlatilag segítik nekünk a növényeket a tápanyag felvételben, a vízmegőrzésben, és még különböző más területeken is. Akkor lehetnek még, ugye ott vannak az eolitok, ugye Tokaj hegyalja és környéke, illetve a riolit tufák. Ezek megint különböző vulkanikus tevékenység által kivált kőzetek, amik rengeteg mikroelemet és nagyon fontos tápanyag és vízmegőrzésben fontos szerepet játszó szerkezetet tudnak adni a talajunknak. Ezt is akár az ültetőgödörbe, vagy magára a növény köré is felszórhatjátok. De az egyik legjobb megoldás az, hogyha bármilyen mikrobiológiai készítményt vesztek, ez legyen, sok készítmény van a piacon, most termékeket feltétlen nagyon nem neveznék meg. Vannak teljesavas készítmények, ide tartozik például, én személy szerint egy terméket használok, ez az én dolgom, van egy barátom, a Nacsa Mihály, ő neki van egy olyan víz meg, hogy is fogalmazom ezt meg, ő alapvetően egy vízkutató, és ötvözte a víznek az energetizálását a mikrobiológiai készítményekkel, és még kiegészítette a szegedi kutatóknak a tudásállományával. Ez azt jelenti, hogy ebben 3000 olyan mikrobiológiai faj van, ami segíti a növényeket. Nekem a mézbogyóim az elmúlt 2 évben itt a szélsőséges viszonyok miatt visszaszorultak a növekedésben, és olyan brutális méretű növekedést értem el azáltal, hogy csak kipróbáltam rajtuk néhányszor, hogy az ami elképesztő. A barackfám hátul a kertben az haragos zöld még a mai napig. Most kezdett esárgulni. De ugyanezt az eredményt egyébként bármilyen jó minőségű komposztból, és hangsúlyozom, jó minőségű komposztból elő lehet állítani, hogyha lehet nyilván venni nagyon jó minőségű komposztokat a piacon. Itt is van például 1-2 cég, akik kifejezetten odafigyelnek rá, hogy az tényleg ne csak tápanyag legyen, hanem mikrobiológiai szempontból is egy ilyen egyensúlyt, egy változatosságot tudjunk visszatenni a talajba. A komposzteákat egyébként a kanadai mézbogyó termesztők nagyon szeretik. Ehhez gyakorlatilag az szükséges, hogy vagy forgatásos eljárással 3 hónapig, vagy pedig forgatás nélkül egy említett tejsavas baktériummal gyakorlatilag lekezeljük a komposztot, és utána azt hagyjuk állni, letakarva fóliával. A forgatásos eljárásnál nyilván nem kell letakarni fóliával. Itt komposztok készítéssel kapcsolatban rengeteg videó van egyébként a neten. Ilyen szempontból rengeteg információt lehet vele szerezni. Ha valaki kertészkedik és szeretne fenntarthatóan mézbogyót termeszteni, vagy bármilyen kertészeti tevékenységet folytatni, akkor nyugodtan komposztáljátok le azt a szerves anyagot, ami keletkezik a kertben, mert ezt utána a növények meghálálják. Jött megint egy kérdés. Persze, le is írom nektek, nem tudom, hogy mennyire látszik, a bioenzimnek hívják egyébként a készítményt. Az előadás végén egyébként a felvétel, hogyha lezárult, akkor egy rövid e-mailt úgy is fogok nektek küldeni, és akár ha szeretnétek, vagy írtok nekem egy e-mailt, akkor válaszolok nektek utólag is a kérdésekre, hogyha bármi fölmerülne. Akkor itt vannak ugye az aminosavak. Ugye az aminosavak ugye azok az építőkövei a növényeknek, ugyanúgy, mint az emberi szervezetben gyakorlatilag a fehérjéket építik fel. Van rengeteg aminosav, ha jól emlékszem, még biológiából, akkor körülbelül 32 darab alapvető aminosav létezik. Ha rosszul mondtam volna, akkor vállalom érte a felelősséget, utólagosan javítom ezt a gondolatot. A lényeg az, hogy az aminosavak azok helyettesítik a növényekben gyakorlatilag azokat a nitrogén vegyületeket, amiket műtrágyákkal juttatunk ki jelen pillanat, vagy a kiskertbe, vagy pedig az ipari mezőgazdaságban. Ugye egy növény gyakorlatilag minél kevesebb energiát kell fordítson magának a tápanyagok átalakítására, annál könnyebben, annál gyorsabban építi föl magát, és ezáltal a védelmi vonalait, az ellenálló képességét is nagyon gyorsan és könnyen fölépíti. És ennek köszönhetően pedig sokkal jobban ellenállóvá válik a kórokozókkal és kártevőkkel szemben. Ez bármilyen növényre igaz egyébként. Ugye az aminosavak is segítenek a növekedésben, a növekedési folyamatokban, beállítják a növénynek az életfolyamatait, segítik azt, hogy sokkal jobban fejlesztenek növények, a leveleket. De ugye az algák például rengeteg hormon tartalmaznak, a növényi hormonokat kifejezetten, amellett, hogy feldolgozott formában tartalmazzák a tápanyagokat. Ugye algákból is van körülbelül, hát nem akarok hülyeséget mondani nektek, de legalább 5 vagy 6 féle alga készítmény a piacon, ha nem több. Ezt lehet akár külföldről is megvenni, meg lehet itthon is ugyanúgy bármilyen alga készítményt megkapni. Ezek ugyanúgy felturbózzák a növényt. Kifejezetten a kezdeti időszakban fontosak. Ugye a mézbogyók termése az, ha jól emlékszem, itt vannak a virágzás, a mézbogyók érése az később fog jönni. Hoppá, kicsit sokat pönkottam. A lényeg az, hogy mi mindig a tápanyagoknál tartunk. tárgyákra kitértem. A mulcsok közül lehet akár fűnyesedéket rátenni a növényekre, lehet rétegezni a fűnyesedéket a falpirítékkal, a levéllel, és ami éppen van otthon. Ezeket, ha szépen ráteszitek, utána a giliszták nagyon szépen be fogják dolgozni, csökkentik ugye a víznek a kipárolgását, a víznek a befogadó képességét a talajnak, előbb-utóbb átkezd alakulni a talaj. Minél több szerves anyagot tesztek ki, annál több élet lesz benne. Ez egy alapszabály. Ezt jegyezzétek meg nyugodtan. Hát lehet még hal hidrolizátumokat, vagy ilyen különböző halból fermentált, vagy erjesztéses eljárással készíteni különböző tápanyagokat, ezt akár be lehet tenni a komposztálba is, lehet vele locsolni, vagy permetezni a növényeket. Erről is rengeteg információt lehet az interneten találni. Macerás és kifejezetten büdös. Szóval ezt nem mindenkinek javasolnám egyébként. Aki érez benne fantáziát, az nyugodtan kipróbálhatja. A YouTube-on rengeteg videó, illetve az interneten is lehet egyébként találni különböző készítményeket. Sőt, még akár az interneten vásárolt formában is, csak ez inkább a tenger menti országokban szokott előfordulni, meg az Egyesült Államokban. Ez egy ilyen folyékony, hát gyakorlatilag a halnak a fehérjéje, meg a halnak a csontozat gyakorlatilag össze van darálva, és mikrobiológia, főleg teljesebb baktériumokkal, vagy pedig bármilyen olyan baktériumokkal lebontják, ami ugye nyilván nem fertőző az emberi szervezet számára, és utána meg egy ilyen folyékony, sűrűn folyó oldat lesz belőle, ami ugye tartalmaz az aminosavakat, tartalmaz a halnak a húsában, meg a belső szerveiben, meg a csontozatában, vagy a porcozatában levő különböző nyomelemekkel, mikroelemekkel, kalciummal, magnéziummal, foszforral, illetve sok-sok nyomelemmel még. Kórokozók és a kártevők, ugye, hogy ez egy gyakori kérdés szokott lenni, hogy mégis milyen problémák lehetnek a mézbogyóknál. Gyakorlatilag ugye a levéltetvek, illetve bármelyik másik kártevőt nézzük, semmi más nem csinálnak a kártevők, csak eltakarítják a szemetet. Gyakorlatilag a kártevők azok, vagy a rovarok más néven, azok az élőlények a természetben, akik a természetnek a szemét eltakarítói, vagy kukás emberei. Ugye a növénynek vannak olyan tulajdonságai, hogyha ő rosszul van tartva, vagy nem csinál elég megfelelő tápanyag egyensúly benne, akkor gyakorlatilag elkezdi kommunikálni magába, hogy sziasztok, meg akarok halni. Nem akarok már többet élni. Gyere, pusztíts el! Ugye ennek az első számú jelöltje ugye a szívókártevők, ugye a levéltetvek, illetve a pajzstetvek, azok, amik gyakorlatilag egy rossz tápanyag utánpótlási rendszerben jönnek elő. Ez lehet bármilyen növény egyébként. Ezen kívül ugye itt a pajzstetvek látszanak itt a hernyós kép, alulról balról a második kép, az alsó sarokban, mellette ugye a szövőlepkék hernyója. A szövőlepkék azok gyakran, és nem is gyakran, ritkán jönnek elő. Ezek egy-két növényen előfordulhatnak, nálam az ültetvényben, hát szerintem olyan 10 darab növényen, hogyha előfordulnak a szövőlepkék, ott valami nincsen rendben azokkal a növényekkel, azt tudom. Illetve látszik itt, hogy van egy-két pajzstetű, mondjuk ezen a növényen. Itt a pajzstetők ugye ez egy eperfa pajzstetű, ennek kb. 300 darab faj, 300 olyan növény van, amit ugye a pajzstetők képesek megtámadni. Sajnos a mézbogyók is közéjük tartoznak néha, hogyha legyengülnek, illetve lehet még a betegségek közül, vagy a kórokozók közül, lehet a lisztharmat, ami itt a képnek a jobb szélén látszik, illetve a napégés, ami nagyon könnyen összetéveszthető a lisztharmattal, de azt onnan lehet látni, hogy a levélnek a felülete az meg van égve, ilyen barnás, ropogó szerkezetűvé válik, míg az alja még zöld egy picikét. A lisztharmatnál meg elképzelhető, ugye mint a legtöbb lisztharmatnál ilyen fehéres, porszerű réteg alakul ki a növényeken, és ilyen foltokban kezd el ugye a növény levele visszaszorulni, Viszont ezek az újabb, modernebb fajták, főleg a kanadai fajták, meg az orosz fajták közül is vannak azért elég sok, plusz az amerikai fajták, azok nem hajlamosak a lisztharmatra. A napégés meg hát sajnos egy ilyen mellékterméke annak, hogyha Szibériából lejövünk a délebbi régiókba, itt ugye sokkal erősebb a napsütés, és ezt kevésbé tudják elviselni a mézbogyók, de természetesen, hogyha megfelelő tápanyag utánpótlásra odafigyelünk, akkor gyakorlatilag erre nagyon szépen oda lehet figyelni, és lehet csökkenteni a napégésnek a kockázatát. A mézbogyók érése szempontjából egy kulcskérdés, hogy hogyan érik, mert itt láthattok egy érési sorrendet, amit itt felvázoltam a képernyőn. Gyakorlatilag, ha elkezdenek érni a bogyók, akkor nem mindig lehet észrevenni, nem minden fajtánál. Van olyan fajta, ami kifejezetten rejtőzködő életmódot folytat, és csak akkor kezditek el megtalálni rajta a bogyókat, amikor már elkezdetek ilyen kékes, lilás színárnyalatot fölvenni, mint ugye itt a második képen. Ugye itt az érés kezdeténél látszik, hogy van olyan bogyó, ami már elkezdett színesedni, valami épp, hogy csak ilyen rózsaszínes árnyalatú, és még van egy-két zöld bogyó, ami mondjuk később virágzott, vagy később tolódott el. Ugye vannak fajták, például az orosz fajták, amik nem egyszerre érnek, ott vannak fajták köztük, amik elhúzódnak, és emiatt meg később érnek, vagy mondjuk van olyan része, ami korábban szedhető, és mondjuk egy második szedésre is érdemes kimenni mondjuk a területre, de ezt menet közben mindenki is kitapasztalja saját magánál. Viszont, amint már beszíneződött, már az egész bogyó rengeteg nekünk a bokrunkon, akkor onnantól kezdve nem biztos, hogy még jó. Csalóka, előre szólok. Mert attól még, hogy színes a bogyó, attól még az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ténylegesen érett. Ugye onnantól kezdve, hogy elkezdenek színesedni a bogyók, onnantól számítva körülbelül kettő, maximum 3 héten belül, de teljesen be fog érni minden. És az apró bogyók egyébként furfangosak, mert képesek duplázni a méretüket. Szóval nem biztos, hogy érdemes attól még, sőt, már elkezdi új íze lenni, de még képes növekedni. Most itt nem látszik ezen a képen, mert sajnos nem találtam olyan képállományt a telefonos adatbázisomban, de ezt majd pótolom a későbbiek során, ahol is, ha zöld még a belseje, ha ketté harapsz egy bogyót, ráharapsz, akkor egyrészt érzed az ízét, és legalább tudsz kóstolgatni, hogy mi az a jó állapot. Előbb-utóbb már úgyis ráérzel, hogy most együk, vagy ne együk. De a lényeg az egészben, hogy amikor már teljes érettség van, akkor már a bogyónak a belseje is elkezd színesedni. És onnantól kezdve meg elkezdenek kialakulni az ízanyagok, a cukor. A ízre egyébként a mézbogyó, amit sokszor megint kérdeznek tőlem, de hát mégis milyen íze van, mire számítsak? Ugye az íze szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy ilyen áfonyához hasonlító beütése van. Ugye maga a bokor is egyébként nagyon hasonlít az áfonyára, ebből kifolyólag benne van ugye maga az északi tulajdonságok miatt ez az áfonyás jelleg egyébként megtalálható mindig. De sokszor visszahallom azt, hogy lehet benne még málnás ízvilág, lehet benne még epres ízvilág, lehet benne szeder akár, és ezeknek a különböző kombinációja. Sőt, volt olyan elvetemült barátom, aki azt mondta, hogy mangó íze van. Nem tudom, hogy, de ő ezt érezte benne, és egyébként meghagyom mindenkinek azt a privilégiumot, azt a kiváltságot, hogy döntsétek el, és próbáljátok ki egyébként menet közben, hogyha oda juttok, hogy szeretnétek mézbogyót termeszteni, hogy a különböző fajtáknak döntsétek el ti, hogy mégis milyen ízük van. Mert én ugye a saját elképzeléseimet és a saját ízvilágomat tudom elmondani. Én nem érzem például a savanyú ízeket, vagy a savanyúhoz közel eső ízeket. Nekem ugyanúgy kellemes egy savanykásabb ízvilágú orosz fajta, mint mondjuk egy cukrosabb, egy sokkal karakteresebb, egy pikánsabb kanadai verzió. A lényeg az egészben, hogy ha itt tovább megyünk a fajtákra, itt ez megint csak egy északi ország részekre jellemző. A június közepe az inkább, ami elkezd nálunk. Ugye itt látszik egyébként, hogy mikor érnek a fajták. Nekem a személyes tapasztalatom az, hogy például egy Docs Velikánál az Ugye itt június közepét írja például, de nem minden esetben ez az érési sorrend jellemző a magyar régióra. Nálam például a lengyelekhez képest én 2 héttel korábban takarítok be. Biztosan. Az orosz fajtáknak meg tuti. Szóval 3-4 évvel ezelőtt mondjuk én május közepén kezdtem a betakarítást, és június elején be is fejeztem. Múlt évben, meg ez évben, gyakorlatilag, sőt inkább azt mondanám, hogy ez évben, meg pont az ellenkezője volt, mert például én a Jugánával kezdtem a betakarítást, annak ellenére, hogy ez egy június közepén érő fajtára jellemző, de már június első hetének a közepén, vagy nem is második hetének az elején, ez az azt jelenti, hogy a június 7-e környékén, június 7 és 14 között el lehet kezdeni már a betakarítást, attól függően, hogy milyen érettségbe szeretnétek a fajtákat betakarítani. Látszik is, hogy június közepétől biztosan van termés a magyar piacon egészen július közepéig. Viszont amik mondjuk ilyen későbbi fajták, itt a lista végén látszik, hogy itt a Boreal Beauty, Strawberry Sensation, Boreal Blizzardot kóstoltam meg a Boreal Beauty-t. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezek meg nem tartanak ki egészen augusztusig. Én maximum ilyen július 3. hetéig tudtam betakarítani itthon a hazai viszonyok között, mert ugye júliusra már olyan szinten fölmelegszik a magyar éghajlat, vagy a magyar klíma, hogy gyakorlatilag július közepén úgy döntenek a növények, hogy ők köszönjük szépen, akkor ők most kiadtak magunkból mindent, tessék szíves lenni, betakarítani most már rólam az összes termést, és tessék szíves hagyni engem tovább fejlődni, hogy készülhessek a következő szezonra. Ugye a Strawberry Sensation, Blue Treasure, ezek annyira új fajták még a magyar piacon, hogy még nekem is sincsen feltétlen velük saját tapasztalatom. Ez jövő tavasztól az első termőtöveken fogom tudni megmondani, hogy ténylegesen az augusztus időszakra ezek megmaradnak, ezek a termések, vagy pedig július közepéig, július végéig ezek le fognak teremni. Én személy szerint azt merem mondani, hogy itt nagyon sok jó fajta van, és nyugodtan lehet válogatni, ki mit szeret, a savanykásabtól az édesebbig, a különböző karakteres ízvilágok. Tényleg volt már olyan, hogy gyakorlatilag egy tőről 3-féle íz szedtem le. Mert az is sokat szerepet játszik abban, hogy milyen íze van, hogy a mellette levő porzófajta, vagy pedig a szomszéd soron levő porzófajta, az honnan származik, és melyik fajtának a virágkorával kereszteződött. Nagyon érdekes növény, és ilyen szempontból nagyon különleges is. A mézbogyó gondozása, az ültetésre kitértünk, ugye az öntözést megemlítettem, érdemes csepegtetőrendszert használni, itt látszik ugye itt több képen is, ez már gyakorlatilag a jelenlegi állapot. Nálam vannak fajták, amik természetesen sokkal tovább tartják fönt a levelet, de az orosz fajták közül már ilyen szeptember vége felé már elkezd a lomb lehullani, október elején mondjuk a kanadai fajtáknál, vagy a késői fajtáknál kezd el mondjuk később hullani a levél. Itt látszik ugye a csepegtetőcső, ha valaki automatizálni akarja az öntözést, akkor érdemes mondjuk berenni egy csepegtetőrendszer mellé, rákötöd szépen a csőhálózatra, és vagy megnyitod a csapot, vagy pedig bepötyögöd az automatába, hogy mit szeretnél, és akkor abban az időszakban fogja megkapni a növény a megfelelő mennyiségű vizet. Főleg öntözési szempontból a termésérés meg a virágzás időszaka a legfontosabb. Ez azt jelenti, hogy április elejétől egészen júliusig érdemes intenzíven öntözni, és utána meg, ahogy letermett a növényünk, úgy szépen visszább lehet venni az öntözést. Ez alatt, ha számszerűsíteni akarom, hogy mennyi vizet tegyetek ki, akkor körülbelül egy 20-40 mm-nyi vizet tennék ki hetente, és ez menjen egészen mondjuk szeptember közepéig mondjuk. Nyilván ugye az időjárás is közbeszólhat, amikor mondjuk esősebb időszak van, akkor érdemesebb visszavenni az öntözést. Főleg az első 2 év az, ami kulcs tényező, ameddig megerősödnek a növények, ugye addig kell ugye a gyomokat is visszaszorítani, illetve a mulcsozással, hogy a növényeknek serkentjük gyakorlatilag a növekedésben, nincsenek akadályozó tényezők arra vonatkozólag, hogy mégis mit kéne csinálni. Tápanyag utánpótlás nagy részt ugye kitértem, hogy nagyon sok tápanyagot felsoroltam nektek a korábbi diáknál. Itt még esetleg érdemes kitérni a lomtrágyázásra. Virágzás erőt mondjuk kifejezetten én mondjuk egy bóros készítményt használnék, az segíti a virágnak, a pollennek a bekötődését, illetve gyakorlatilag minél több termést szeretnénk, ugye a bór az egyik kulcseleme a tápanyagok felvételének, de hogyha szeretnénk, hogy több kalcium menjen a növénybe, akkor ugyanúgy a bornak van egy kulcs szerepe, mert szinergisztikus, ez azt jelenti, hogy a bor, mondjuk a túl magas a kalcium szint nálam, ugye nekem az borral kell egyensúlyoznom, mert a túl magas kalcium az lecsökkenti a borszintet. De a magas kalcium egyébként meg a lúgos talajokon jellemző az, hogy általában a mikroelemek azok sokkal nehezebben fölvehetőek. Erre van egy ilyen gyönyörű szép pH táblázat, ha megnézitek fönn a neten, hogy pH táblázat és tápanyagok kapcsolata, ezt akár magyarul vagy angolul is beírjátok a Google-be, akkor vannak ilyen csúszódiagramok, és ott fel van tüntetve fölből a pH tartomány, és a különböző évek mentén, hogy mennyire fölvehetőek a tápanyagok, az is föl van rajta tüntetve. Érdemes még cinket kiutatni a növényeknek, ugye a cinknek az emberi szervezetben is nagyon fontos hatása van. Az immunrendszernek a védelmét segíti egyébként elő. Ugyanúgy például a magnézium, ugye például az idegrendszer működését segíti a növénynél, és ugyanúgy például a fotoszintézisben van nagyon fontos szerepe. Ugye a fotoszintézisre, hogyha még emlékeztek biológiából, ez az a folyamat, amikor a növény zöldé válik, gyakorlatilag vízből és széndioxidból előállít nekünk oxigént, illetve még cukrot állít elő. És ugye a cukor egyébként nem csak azért fontos nekünk, hogy finom édes legyen a bogyó, hanem a növény egyébként az összes anyagcsere terméket, amit megtermel magának az élete során, annak kb. 40-50%-át az a növény, ez föntről lenyomja a talajba. Mindezt azért csinálja, hogy a biológia egyensúlyt fenntartsa, és segítségből hívja magának ugye a különböző a mikorizákat említettem, vagy bármilyen olyan talajban élő baktériumot vagy gombát, ami segíti az ő élettevékenységét és működését. Mulcsozást többször említettem, illetve még a metszést akartam itt nektek megemlíteni. Itt látszik nekem egy 5 éves tövem, ezen látszik, hogy ezen már rengeteg vessző van. Ez 5 éves korára ezt már illik megmetszeni. Általában azt szoktam mondani a szakirodalom, hogy a 4. év az, amikor már érdemes foglalkozni a metszéssel. Én ezt kíváncsiak kedvéért hagytam, hogy elszabaduljanak a növények, csak azért, hogy lássam, hogy milyen fejlődési ütemen mennek keresztül, és minél több tapasztalatot tudjak számotokra átadni. A lényeg az egészben a metszésnél, hogy ha veszünk egy ilyen növényt, amit láttok a képen, akkor a lényeg az egészben, hogy inkább az idősebb vesszőket kell eltávolítani. Ez azt jelenti, hogy 3 vagy 4 éves vesszőket el lehet távolítani. A termés az előző évi hajtásokon fog nőni. Ezt értsétek úgy, hogyha most itt magam elé veszem, itt mondjuk az ujjamon mutatom, vagy veszek egy tollat, gyakorlatilag ha ez nekünk az előző éves vesszünk, ezen az új hajtások, ezek itt fognak növekedni. Ezek végig be fognak rakodni a vesszőn, és minden vessző kezdeménynek az alján, a kezdeményénél lesz majd nektek körülbelül 1, 2, 3 vagy 4 bogyótok. Ez szépen lassan fog fölfejlődni ugye az évek során. A lényeg az, hogy nem szabad túl sokat kimetszeni belőle, a lényeg az egészben. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a növénynek maximum évente a 30%-át szabad eltávolítani, és érdemes arra figyelni, hogy a növénynek a belső részét kezdjük el kipucolni, hogy utána szépen kifele tudjon terjeszkedni a növény. Illetve még a másik dolog, hogy segítsük a betakarítást, gyakorlatilag a teljes növénynek az alsó 30-40 cm-es rétegét kell egy picikét fölfele metszeni, hogy fölfele áramoljon a növényben a tápanyag és az energia. De erről majd fogok még csinálni majd egy rövid videót, amit későbbiek során meg tudtok nézni, amúgy is itt van a metszés ideje. Sőt, ha valaki nyitott rá, akár fogok tartani majd egy metszési bemutatót is, és akkor lehet egy picikét gyakorolni a metszés nálam. Tápanyagok, a lényeg. Tényleg az egyik legfontosabb adatok egyike, Ugye 100 g-nyi mézbogyó azért elég sok mennyiségű tápanyagot tartalmaz, 3% a fehérje, zsírtartalma is van, egy 1,6%, az ugye a napi bevitel, nem tudni, hogy az mennyi, nincs róla adat, és itt fel vannak sorolva, hogy körülbelül hány százalék az a napi bevitelnek, amit mondjuk a mézbogyók tudnak ebből fedezni. Ugye a C-vitamin segíti az immunrendszert, a B-vitaminok segítenek az idegrendszernek, kálcium, a réz, a vas, ezek mind a csontozat felépüléséhez szükséges. A vas ugye a vérlemezkéknek a működéséhez, ugye a hemoglobinnak a kialakulásában van nagyon fontos szerepe. A réz ugyanúgy van a növényeknél is, az emberi szervezetben is ugyanúgy az immunrendszernek a működését segíti. Ugyanúgy szerepe van a pajzsmirigynek a működésében. És még szerintem is sorolhatnám nektek, hogy mégis mire jók a különböző mikroelemek az emberi szervezet számára, de szerintem erre majd fogok tartani egy külön előadást, hogy mégis a tápanyagok és az egészség fenntartásában hol lehet fontos szerepe a mézbogyónak. Itt van egy másik tápanyag összehasonlítás, ahol láthatjátok itt mondjuk a kalcium, a kálium, a foszfor vannak mondjuk kiemelve. Azért van itt kiemelve a mézbogyó, hogy látszódjon, hogy mik a különbségek benne. Ugye körülbelül a szakirodalom fajtától függően azt mondja, hogy egy a 2-4-szeres beltartalmi változások vannak benne, és nem csak a vitaminok szempontjából látszik itt, hogy egy elég erős, elég magas beltartalommal rendelkező növényről beszélünk, hanem a polifenolok és antioxidánsok, ugye, amik nagyon fontos szerepet játszanak. Ugye itt látszik például ezen a képen, hogy egy narancsnál magasabb káliumszintünk van. A káliumnak nagyon sok szerepe van egyébként a szervezetben, ugye az elektrolitoknak a mozgásában. Ugye pozitív-negatív ionok töltései változnak a szervezetben, és a vérkeringésben a kálium és a nátrium határozza meg, hogy a sejtekben mennyi folyadék áramlik be. Akkor a kalcium és a foszfor a csontokban egy nagyon fontos, illetve a fogazatnak ugye egy nagyon fontos részét képezi. A vasat említettem az előbb, az A-vitamin, ugye, mint elővitamin, az ugye a karotinokban is megtalálható. A karotinok az elővitaminjai az A-vitaminnak, ugye azok játszanak szerepet ugye nagyon a látásban. Nagyon fontos részét képezik. Ugye láthatjátok, hogy van, ahol 13-szor magasabb például az almánál, vagy a narancsnál kétszer olyan magas, narancsnál és az áfonyánál kétszer magasabb az A-vitamin tartalom. Az orosz népi gyógyászatban például a mézbogyókat azt a látásnak az egyik gyógyírének tartják. Régi gyógyászatban ezt használták, sőt, érdemes a mai napig használni. Van egy szép kis lista még nekem, hogy mire jók még a mézbogyók. Ugye az E-vitamin ugyanúgy az egészséges immunrendszernek és idegrendszernek a működéséhez fontos. Energiatartalmával szerintem hogy nem túl magas. Ha egy glikémiás indexet nézünk, akkor 10-es a glikémiás index, az azt jelenti, hogy elég alacsony, nem dobja meg a vércukorszintet. Mert vannak benne olyan anyagok, amik annak ellenére, hogy van cukortartalma például a növénynek, le tudja szorítani a cukorbetegséget is például. A cukorbetegségnek a megelőzésében vannak már kutatási eredmények, amik például vércukorszint csökkentése szempontjából vizsgálják a mézbogyót. Ugye az antioxidánsok és a polifenolok egy nagyon fontos egészségmegőrző tulajdonsággal rendelkeznek. Ugye maguk a polifenolok adják azt a vöröses, azt a kékes színű árnyalatát a mézbogyónak. Segítik az oxidatív stressznek a csökkentését, a rák megelőzés, a tumor, az Alzheimer-kór, illetve az allergiás betegségeknek a csökkentésében fontos megelőzési faktorként benne vannak ugye az életünkben. Említettem a mézbogyók antioxidáns szintjét. Itt láthatjátok, hogy például a gyáfonyához képest a Borealis, meg az Indigo Gem, az 3-szor magasabb beltartalommal rendelkezik. Egy Tundra az csak 2-szer, mint egy áfonya. De itt vannak még különböző bogyós gyümölcsök, szeder, eper, málna. Nem igazán mennék bele. Mindegyik nagyon finom, és mindegyik nagyon egészséges. Ugye a mézbogyóknak van egy gyulladáscsökkentő szerepe. megakadályozza a gyulladásos folyamatokat, és megállítja azt, hogy azok az enzimek, amik működnek az emberi szervezetben, az emberi szervezetnek a kommunikációját segíti, mert segíti azoknak az enzimeknek a működését, amik közvetítik az információt a testben. A szabad gyököknek a megkötésében, illetve az idegi kapcsolatokban segít, lúgosít a maga módján, illetve kiegyensúlyozza a környezet, az emberi szervezetben levő környezetet, a vérnek a pH-ját helyreállítja, képes helyreállítani, inkább így fogalmaznék. Akkor a stroke, mind valamilyen módon kapcsolatban állnak ugye ezek a magas antioxidánsok és polifenolok, antocianinok, színanyagok, ízanyagok, ezek mind szerepet játszanak abban, hogy a szív- és érrendszeri problémákat megelőzzük. Akkor itt ugye a kálium szerepe ugye segít a fehérjék beépülését, illetve az izomépülést, akkor a szénhidrátoknak az anyagcseréjét ugye helyreállítja, a kálium, illetve ugye az elektrolit egyensúlyról már beszéltem. Itt fölmerültek még olyan kérdések, hogy az orosz, illetve a tibeti orvoslás, gyógyászat, az ősi orosz gyógyászat, az használta nagyon sokáig, ugye a hajszálereknek a helyreállításánál, szív- és érrendszeri betegségeknél, vagy pedig ugye az oroszoknál van olyan információ, hogy a radioaktív anyagokat, azokat így becsomagolják ezek a polifenolok és antioxidánsok, és kivezetik a szervezetből őket. Ezáltal a radioaktív sugárzást lehet csökkenteni. Nem véletlenül van az, hogyha például van egy atomreaktor az északi féltekén, akkor az oroszok előszeretettel járkálnak ugye az erdőbe összegyűjteni ezeket a bogyós gyümölcsöket. A virágból például, meg a levélből egy tiszta főzetet készítenek, és illetve szem- és torok gyulladására használják a népi gyógyászatban, illetve a bőrbetegségek kezelésére. Ha a levelet leszeded frissen, és összegyúrod, összemorzsolod, akkor azt meg a sebek kezelésére használták például régen. Gyakorlatilag szerintem fertőtlenítő hatása van, ugye pont emiatt szokták sebek kezelésére tenni. 2% pektin tartalma van. Az azt jelenti, hogy ha ebből lekvárt főzöl, akkor cukormentesen is tudsz egy kocsonyás állagú zselét csinálni belőle, ami nem jön ki az üvegből. A banánhoz hasonló a kálium tartalma. Picivel magasabb, vagy közel egyenlő arányban van benne kálium. És gyakorlatilag szinte a végére értünk már az előadásnak. Milyen termékek készülhetnek még a mézbogyóból? Ugye az első és legfontosabb fogyasztási módja a friss fogyasztás. A bal oldalon láthattok például egy mézbogyó lekvárt, amit mi hozunk be. Akkor itt a jobb szélen láthatjátok az alapanyagokat, gyakorlatilag ebből limonádét készítettünk, beletettük a limonádéhoz, Isten ilyen hűsíti az embert, mentával összekeverve, meg citrommal nagyon kellemes ízvilága van. Akkor itt a jobb alsó sarokban édesanyám születésnapi palacsintája látszik, amit családtagoknak szokott csinálni minden reggel, tradicionálisan, föl kell reggel 6-kor, és itt például mézbogyóval díszítette, meg egészítette ki a palacsintát, meg a rajta levő krémet az eper mellett. De ugyanúgy készülhetnek belőle aszalványok, fagyasztaszárított készítmény. Az aszalványoknak, meg a fagyasztaszárított készítményeknek ugye az az előnye, hogy mivel nagyon alacsony hőmérsékleten szárítják, ilyen 35-40 fok alatt, vagy 35-40 fok környékén, illetve a fagyasztaszárításnál azonnal így kiszippantják belőle a vizet, így megtartják a C-vitamint is, meg a pozitív egészségmegőrző tulajdonságait is, amiket későbbiek során a saját szervezetünknél tudunk használni. Nyugodtan le lehet fagyasztani, fagyasztás után szétmálik a gyümölcs. Ilyen krémes, pürészerű állaga lesz, az íze is egy picikét határozottabb, karakteresebb lesz sokkal. Lehet belőle pürét csinálni, pont ebből kifolyólag. Ugyanúgy be lehet tenni az aszalványt, vagy akár friss gyümölcsöt teába, a levelekből ugyanúgy lehet készíteni, akár szemáztatásra, ahogy említettem, bármilyen édességet, illetve hát nyilván ugye lehetne akár alkoholt is készíteni belőle. Kanadaiak, illetve a skótok csinálnak belőle likőrt, gint, akkor a borászati alapanyagot is felhasználják ezekben az országokban. Bárki, aki borászatban gondolkodik, vagy valami különlegességekben, nyugodtan tud belőle egyébként ilyen dolgokat is készíteni, illetve a pozitív tulajdonságai miatt étrendkiegészítőknek, mint hordozó vívőanyag, vagy pedig mint alapanyaga is lehet egyébként bármilyen formában. Gyakorlatilag végére is értem az előadásnak, mert egy kicsikét elhúzódott itt a technikai malőrök miatt, de emiatt úgy gondolom, hogy valamilyen módon remélem sikerült azért kielégíteni a tudásségségeteket. Ha van bármilyen kérdésetek, akkor még nyugodtan föltehetitek, és szívesen válaszolok rá így az elkövetkezendő 5-10 percben még, hogy ne raboljam az időtöket, vagy ha úgy érzitek, hogy szeretnétek inkább nyugóra vonulni, és a családdal együtt tölteni az időt, akkor viszont meg e-mailben is megírhatjátok, Facebookon, vagy telefonon is akár fölkereshettek, és nagyon szívesen válaszolok még az egyéb kérdésekre. Itt találhatjátok az elérhetőségemet, a telefonszámot, az e-mail címemet, illetve a honlap címünket, ahol meg tudjátok rendelni a termékeinket, illetve a mézbogyókkal kapcsolatban fönn vannak az áraink, a lekvárok, a mézbogyó lekvár, illetve a mézbogyó levünk még egyébként. Köszönöm a figyelmet!